Megmarad-e Magyarország Magyarországnak? Szerintem ez a legfontosabb kérdés. Soha ilyen nagy tétje nem volt még a választásoknak, hangsúlyozta Simon Robert Balázs péntek esti fórumán. Magyarország biztonsága mellett az ország és a régió fejlődése is fontos, mondta híradónak a győri országgyűlési képviselő. Ezt ketté bontanám az egyénre vonatkozóan, tehát hogy a béreket a következő időszakban tudjuk-e növelni, ehhez azonban az kell, hogy maradjon ez a kormány, hiszen béremegállapodást kötöttünk sok-sok ágazattal, és ez folyamatosan a korábbi években megtörtént, tehát a jólét mindenképpen erősödött az elmúlt években, és ezt az erősödést, ami egyébként alapvetően a gazdaságnak köszönhető, fent tudjuk tartani a következő években is. A másik pedig, hogyha Győrre vonatkoztathatom, akkor az a fejlődési pálya, amit a város befutott az elmúlt 8 esztendőben, én nagyon bízom benne, hogy folytatódni tud, és azokkal a képviselőkkel, Kara Ákossal, jómagammal, együttműködve a városvezetéssel, akik ezért igyekeztek tenni, ezen dolgozunk egyébként a következő időszakban is. Simon Robert Balázs vendége ifjabb Lomnici Zoltán volt a fórumon. A rendezvény előtt arról kérdeztük az alkotmányjogászt, mi lenne, ha az ellenzék nyerne április 8-án. Megszüntetnék a katát, visszahoznák a 2% két sávos esziát, ami azt jelenti, ugye, hogy aki például 2015 140 ezer forintot keresett, az 18%-os esziát fizetett, aki 142 ezeret, az pedig már 36%-osat, és azzal igazolják egyébként ezt az esetleges visszahozását a 36%-nak, hogy a gazdagokat megadóztassák. Hát kérem tisztelettel, azért egy 142 ezer forintot kereső embert gazdagnak titulálni, az szerintem erős túlzás. Természetesen szóba került Magyarország biztonsága, és az is, hogy többen lebontanák a hazánkat védő okoskerítést. Pontosan tudjuk, hogy valóban jó néhányan nyíltan kiálltak, nem csak kritizálván a kerítést, hanem akár el is szólták magukat, hogy lebontanák. Ez minél délebbre megyünk, nyilvánvalóan annál húsba vágóbb kérdés, de azt hiszem Győrben, vagy akár amikor Miskolcon jártam, a Jászságban, vagy éppen a Soproni térségben, akár szolidaritásból, akár például itt azért, mert Bécs közel van, és látják, hogy milyen viszonyok vannak Bécsben, fontosnak tartják az emberek azt, hogy az okoskerítés, a határkerítés fennmaradjon. Soha ilyen fontos tétje nem volt még tehát az országgyűlési választásoknak, Simon Robert Balázs is erre figyelmeztetett. Magyarország maradjon meg Magyarországnak, a fejlődési pálya folytatódjon, az egyén szintjén is, a lakosság szintjén is és a város szintjén is, ezért jeleztem azt, hogy véleményem szerint a rendszerváltoztatás óta ilyen magas szintű tétje még nem volt a választásoknak. Én arra kérek minden győrit és győr környékit, hogy bízzon bennünk és szavazzon ránk április 8-án. Kedden Nyúlon Kara Ákos országgyűlési képviselő vendége, Völner Pál az igazságügy minisztérium államtitkára lesz.